2014-ben a Jetszó Liga első bajnoki döntőjében az MTK két mérkőzésen múlta felül az Asztrát, és Zsinorban 5-5-ször nyerte meg a magyar női bajnoki címet. A 2015-ben az MTK ugyancsak döntőzött, ám a Ferencváros mindkét mérkőzés megnyerte a büntető párbajban, így fennállása során először lett bajnoki aranyérmes. A 2016-os döntő első mérkőzésén a ráadásban döntött a Ferencváros, a 3-2-es siker pedig azt jelentette, ha a második mérkőzést és a zöldfehérek nyerik, akkor Zsinorban másodszor lesznek magyar bajnokok. A 2016-os döntő második mérkőzése szinte teltház előtt zajlott a BKV stadionban, ám nem csak emiatt kapták fel többen a fejüket, a Ferencvárosnál ugyanis ezúttal is kimaradt a kezdőcsapatból a góllövő listát vezető Slajana Bulatovic. Yesterday we had training and I made something bad movement. A mérkőzés előtti utolsó edzésen egy rossz mozdulatot követően fájdalmat éreztem a combomban, nem tudom vállalni a játékot, de bízom a csapatban. I think that we will win today. Ha egy játékos két gólt lő az előző mérkőzésen és a kupa döntőben is betalál, kevés edző tenni a kispadra a következő mérkőzésen. Te miért adasztatod Zágor Bernadettet? Abszolút taktikai okai vannak, hogy a Detti a kispadon fog most kezdeni a mérkőzésen. Biztos vagyok benne, hogy be fog szállni a meccsre, mint hogy abban is biztos vagyok, hogy nagyon klasszul fog beszállni a mérkőzésben. Ez egy olyan csapat, amelyik által elfogadja a döntéseimet, bízik benne, hát remélem most nem nyújtam mellé és megőrzem a bizalmat a lányoknak. Mivel készül az MTK a második mérkőzése, változtatsz-e valamit? Hát szerintem nem kell az első döntő mérkőzéséről, szerintem kiindulva taktikailag nagyon jól összeállt a csapat. Én úgy érzem, hogy nagyon jól működtek a dolgok, úgyhogy ebből kifolyólag nem nagyon fogok változtatni. Természetesen nekünk győzelemre kell játszani, úgyhogy azért kellenének a gólok is, tehát nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk oldani. Humesmutzer, Palkovics, fantasztikus cselekkel megy el, Nagy Ágnes, Kajánhoz böki, nincs ellesen Kaján, óriási lehetőség az MTK előtt, becsúszva sikerül menteni hátulról, innazét néznek. A meccs eddigi legnagyobb szansz az MTK előtt adódik a 9. percben, az előző mérkőzésen fontos gólt szerző Kaján azonban most nem tudott lőni. Sérülés gyanú az MTK-nál. Humesmutzer marad a földön, ha jól látom. Most feljebb tolta lőállásait az MTK, Demeter lép fel a támadással, és Ogyi elveszi tőle a labdát. Csánkovics visszateszi Ogyihoz, kiváló kiugratás, Ogyi zicserben, és megszerzi a vezetést. 15. perc, Ebere Ogyi. Az előző mérkőzésen nem volt gólja, most viszont amikor tán a legfontosabb, akkor megvan a találat, ezzel beéri Bulatovicsot a góllövő listán, de alig ha ezzel foglalkozik most. Kilépett Demeter a védelemből, azzal indult minden, és utána a fellazzoló MTK csolakzatot feltöri a Ferencváros. Csánkovicsi a kulcspassz, Ebere Ogyi a gól. Szeretnénk mindent megnyerni, de... és hát ugye a lányok már megnyerték a magyar kupát, fiúk a kupát, a bajnokságot, ezáltal a szuperkupát, és hát jó lenne, hogyha a lányok is megnyernék a bajnokságot, illetve még tegnap volt a Lipcsei Petiék meccsén, ott is jól alakulnak a dolgok, úgyhogy az utánpótlás is meg tudnánk nyerni, akkor elmondhatjuk, hogy mindent megnyert a Ferencváros idén. Diószegi Fanni érkezik tehát a pályára, a 17. percen kényszerű csere az MTK-nál, Humesmutzer Angéla helyén Diószegi. Csányi, Kaján felé a magas labda, át tudja venni. A 21. percen Kaján Zsanett, indul Nagy Lilla. Kaján egyelőre cselezget, lövőhelyzet Palkovics előtt. Rá is küldi Német Júlia. Nem a legsimább a kapu előtér Német előtt, úgyhogy figyelnie kell erre a pattogós kísérletre.
hosszú felívelése 26. percen. Odzsi csapna le a labdára Demeter és Pinci között. Kocsán indul a szélen, aztán Odzsi egymaga inkább. A második emberen is túljut. Középen jön Csánkovics. Zicser gól! 2-0-ra vezet a Ferencváros. Kocsán Petra találatával. Az év felfedezetjének választott Kocsán betette Dörnyei a kezdőbe. Az első mérkőzésen duplázó Zágor helyére. És úgy néz ki, hogy ez ragyogó döntésnek bizonyul. Ugyanúgy 2-0 az állás, mint volt a Bihari úton. Csak most nem 11 néhány perc elteltével, hanem 25 perc után. Diószegi kapja a labdát a 28. percben, Herceg. Csodálatosan vitt el Csánkovics mellett Herceg, ballal tenné középre. És aztán megint el tudja vinni a labdát, most érkezik a beadás. Helyzet is van, Nagy Lilla a hosszú oldalon, és fölé rúgja. Ennél nagyobb helyzete idáig nem volt az MTK-nak, 28. perc. Nagy Lilla, aki betalált tavaly a bajnoki döntő mindkét mérkőzésén, illetve idén a kupa elődöntőben is, most elizgulta a helyzetét. Van az, amit úgy nevezünk, hogy presztízs, és ezen a téren egy kicsit a Ferencváros az utóbbi idők eredménye alapján azt gondolom, hogy elé került az MTK-nak. Ezek a meccsek nem igazán játékban, tudásban, játékból adódóan dől el valamelyik oldalra. Azt gondolom, hogy most a Ferencváros játékosai képesek elhinni azt, hogy ők meg tudják verni az MTK-t, mentálisan erősek, erősebbek, azt kell mondanom. 2010-ben gyakorlatilag a női foci az egy teljesen minimális szinten volt, és nem is volt fontos senkinek, nem volt rá pénz se, meg odafigyelés se. Most azt lehet mondani, most már 5 éve, hogy a stratégiában egy fontos szerepe van. Az, hogy nézők legyenek, hogy jó körülményei legyenek a futballnak, ez egy alapvető elvárás, és ebben már vannak eredmények. A tömegesítésben komoly eredményeket értünk el, hiszen 7-8 évvel ezelőtt volt 1500-2000 lány futballista, ma több mint 20 000 futballoznak. Úgy érzem, stabilabbá váltak a klubok is. Nagy eredmény, hogy az NB1-es kluboknál bevezettük, hogy utánpótlás U15-U17-es szinten lánycsapatokat kell foglalkoztatni. Nyilván van pár év múlva ezek már az élvonalban fognak játszani. Tehát ez mind előrelépés, és úgy érzem, hogy mindez válogatott szinten is meghozta az eredményt, hiszen a mostani selejtező csoportban is nagyon jól szerepel a magyar válogatott. Cserél a fél időben az MTK, és jön az örökös gólkirálynő Pádár Anita, aki betalált a Bihari úti mérkőzésen, és lehet, hogy tényleg már csak tőle várhatja a megváltást a 6-szoros bajnok csapat. Labdaszerzés után Nagy Ágnes lő, Német hasalt el. Az első helyzet az MTK-i, a második fél időben azonban Német Júlia őrzi kapuját a góltól. Az első meccsen ugye Samu védett a kupa fináléban, viszont már Német Júlia kezdett. Ocsi fejelne, és még le tudja venni a labdát, Ocsi ez Zicser, fejvesi, kapufára rúgja. 53. perc, itt volt a meccslabda a Ferencváros előtt, fejvesi találta el a keresztlécet. 25 perc van még hátra a mérkőzésből, de lehet, hogy a bajnokságból is. Csánkovics szabadrugása után Zicser, és 3-0 a Ferencvárosnak. Alig, ha nem itt dölt el végleg a történet. Összeölelkeznek a Ferencváros játékosai. Könnyen lehet, hogy megvan a klub második bajnoki címe ezzel. És a kiskorú Csigi Eszter a gólszerző. Hát ez is azért sajátos dramaturgiája a meccsnek. Nagy Lilla szerzi meg Zidni szibáját követően. Itt az esély az MTK előtt, 68. perc gól. 3-1 Nagy Lilla találatának köszönhetően. Mielőtt még elhinni a Ferencváros, hogy vége van, Nagy Lilla betalál. És volt már olyan forgatókönyvű meccs itt a BKV stadionban, amikor 3-0-ás előnyről kis hián döntetlenre végzett a Ferencváros tavaly ősszel. Zidész második hibája két percen belül. Kajád, nagyon jó átadás, Nagy Lilla a 16-oson belül. Jön Pádár, Nagy Lilla, beadás! Még ott a lehetőség Kaján előtt, Csigi blokkol. Palkovics van még ott, nagyon kaotikus szituáció, nincs a második MTK gól.
lehozza innen az Lidnész Dörnyei Balázs a két hibát követően, Zidész rendkívül sportszerűen, illetve gesztus téve megtassolja a saját táborát, és lehet el is érzékenyült, ha jól látom. Gruber Brigitta váltja innen az Lidnész Dörnyei Balázs pedig megköszöni Zidnésznek a közös időszakot. Mindenki erre várt a Ferencváros táboránál, mert hogy lefújja Gál Gyöngyi a mérkőzést. A Ferencváros megnyeri a 2015-2016-os magyar női labdarúgó bajnokságot, azaz a Jetson Ligát. 2 győzelemmel a bajnoki döntőben, 3-1-re, illetőleg 3-2-re. 2015 után, tehát 2016-ban is a zöld-fehéreké lesz a bajnoki cím. Veretlenül hódítja el a Serleged Dörnyei Balázs csapata, és óriási örömtánc a ferencvárosi lányoktól, akik megharcoltak a bajnoki címért, és végül be is húzták azt. Nem hiányzik, hogy ott ünnepeld a bajnoki címet a csapattal? De hogy is nem, hát egyik szemem sír a másik nevet, ugye gratulálok nekik és örülök nekik, de valahogy nézni őket, ahogy ünnepelnek és ahogy ünneplik őket, az igen, ez kis hiány a szívemben, de hát gratulálok nekik. Nagyon sokat dolgoztunk ezért a bajnoki címért, és úgy érzem, hogy megérdemeltük. Nézted már, hogy igazi aranya az érem? Reméljük, hogy igazi. Igazából nem az a lényeg, hanem hogy ez... hogy amennyit dolgoztunk, ennek meg lett az eredménye, és nagyon büszke vagyok a csapattársaimra, és köszönöm, hogy ezt az élményt átélhetem velük. Én örülök, hogy ismét sikerült elnyernünk a bajnoki aranyat. Megdolgoztunk érte, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés. Oké, now! Megmondom őszintén, a tavalyi bajnokság elvesztése jobban fájt. Most úgy érzem, hogy a Ferencváros megérdemelten nyerte meg a bajnokságot egész éves teljesítményük alapján, úgyhogy ezúton is szeretnék neki gratulálni és sok sikert kívánni a BL-ben. Itt már voltunk, ahol most vagyunk. Because we've been here in this. Jó, innen már fölfele kell menni megint. But we have to stay one more step towards. Jó, nagyon büszke vagyok. I have so many emotions. Rengeteg érzelem van bennem, nem is tudom kifejezni mennyi. Egyszerre sírok és nevetek. Crying and smiling from happiness. Igazából nem tudom, nagyon boldog vagyok, most nem tudok mit mondani, ez a rengeteg ember, ez az érem a nyakamba, tényleg nagyon boldog vagyok. Az egész éves teljesítményt csak gratuláltuk a lányoknak, és ugyanúgy a Ferencvárosnak is, és sok sikert kívánok nekik a BL-ben. Hogyan tovább az MTK-nál? Hát a jövővel kapcsolatosan nem tudok semmit mondani, még nem foglalkoztunk egyáltalán ezzel, úgyhogy ez még a jövő titka. Tavaly bajnoki döntő van, aki emlékszik rá, az aranyérmemet én továbbadtam. Azért, mert én úgy gondolom, hogy abban az évben a legtöbb áldozat azért, hogy ez a csapat bajnok legyen, az a kisfiam hozta. És úgy gondolom, hogy majdnem mindenki itt van most mellettünk. De nagyon nehéz egy embert választani, akit szerették mindig itt látni saját magunk mellett. Ugye nem vett részt ennek a csapatnak a munkájában intenzíven, de vannak itt olyan gyerekek, akik vele sokkal többet dolgoztak az elmúlt 2 évben. Nagyon büszke vagyok magamra, ide tudtam csábítani a Ferencvároshoz, és én szeretném ezt az aranyérmet átadni most nagy tisztelettel a Berla Attilának, akit barátomnak tisztelt. Azt kell, hogy mondjam, nagyon régóta dolgozunk együtt a Balázsra, 3 éve dolgozunk azért, én 3 éve, ő már 7-8, akár 10 éve, hogy ez megtörténhet, hál' Istennek ismételni tudtunk, ez nagyon nagy dolog az életünkben, azt gondolom. És nagyon jó eset, azt kell, hogy mondjam. Ja, csak a nagyra direkt van. Zero mistakes.
We have few days to celebrate. Ez a pár nap most az ünneplésé. Nagyon örülök neki, hogy zsinórban másodszor lettünk bajnokok. And hajra Fradi! Jaj, lesz videó! Hát meghatottam, nagyon örültem, hogy ennyien kilátogattak. Szerintem nem voltak még ilyen sokan a mérkőzésünkön, és hát a szurkolók segítségével sikerült elérnünk ezt a győzelmet. Ez milyen tévész? Anya éteges, anyukám popstar szerepel. Amikor örömködni kellett a csapattal, akkor az is ment, de most egy kicsit levegőt veszek, mert nagyon izgultam a végén. A külső szem is izgult a végén? Hát én nagyon. Úristen. Nem tudom elmondani mennyire. Igen. Mennyire még felszáradnak a könnyeid? Hát ezt még nem tudom, mert még lehet, hogy az este folyamán még további sírások várhatóak, de igyekszem nem sírni. Ebben az évben az a célunk, hogy a Bajnok Ligájába bejussunk a legjobb 32-be, jövőre pedig a legjobb 16-ba. Nyilván ehhez nagyon sok lépcső vezet még, de hát mindig egy év előrébb járok általában a gondolkodásban. Én azt hiszem, hogy jól haladunk. Ez a csapat tovább fog erősödni nyáron, tovább fog épülni, reményeim szerint és a klub segítségével. Úgyhogy egyelőre jó úton haladunk, és nagyon várom ezt a Bajnok Ligája selejtezőt augusztus 23-28-ig. Remélhetőleg megpróbálunk hazai pályán játszani, olyat, amit nagyon nem csináltunk Magyarországon, és azt szerintem egy óriási fiesta lehet, hogyha valóban sikerül mondjuk most a második kalapban végeznünk, az azt jelenti, hogy az utolsó meccset játszhatnánk az első kiemeltel, jó pár ezer szurkolónk előtt, ami azt szerintem egy fantasztikus futballélmény lenne a játékosoknak, a nézőknek és mindenki, aki szeretőni a magyar női labdarúgást. Van nálad papír zsebkendő? Hát beletörlem a könnyeimet majd az ujjába a pólónak. Hát igen, elszorult egy kicsit a hangom az Attila miatt, de tényleg egy fantasztikus emberről beszélünk, és én nagyon örülök neki, hogy vele együtt dolgozhatom.